másodgenerációs holokauszt túlélő traumája, éppen úgy, mint az Oroszországból Izraelbe vándorolt fanatikus ortodox házas páré. És jelen van Daniel Stein, evangélikus hátterű, német származású segítője Hilda, aki mint egy jóváltételű szegődik Daniel mellé, és ott marad mellette annak élete végéig. De itt vannak az arab keresztények, a családjuk tiltakozása ellenére megkereszkedő zsidó származású orosz bevándorlók, izraeli fanatikusok, és felsejlik, ha csak egy pillanat erejéig is, az anglikán egyház missziói. És külön érdekesség, hogy kb. 10 évvel ezelőtt kapcsolatban voltam valakivel, aki Izraelben az anglikán missziót már vendégeskedett magyarként, és ott élt egy évet. Úgyhogy így egy kis személyes élményem vagy kapcsolódási pontom is lett ehhez a történethez. A sok fő és mellékszereplőt egyetlen egy közös szál köti össze, történetük során mindegyik élete valahol metszi Daniel Stein életét. Ő maga Kelet-Lengyelországból származik, és amint a háború kitört, a családjával menekülni kényszerül. Először a szüleit veszíti el, ők nem élik túl a háborút, majd testvérével együtt Litvánián keresztül akar Palesztinába jutni. Testvérét csak 20 évvel később fogja látni, már Izraelben. A háború során tényleg csodával határos módon Stein többször is megmenekül. Köszönhetően nyelvtehetségének, tolmácsként alkalmazzák, és nem fedezik fel származását. A nácikkal szövetséges belorusz rendőrségen fordító munkáit végez, és éppen ezért hát nagyon sok részterhes információhoz jut, így figyelmeztetheti hit sorsosait. Nem mindenki hallgat rá, megtörténik az elképzelhetetlen, több száz zsidót kegyetlenül lemészárolnak. Ulickaja így állít emléket az Emszki, valóságban Méri áldozatoknak. A Méri mészárlás, kicsit után néztem, ez egy történelmi tény, és Emszki néven így kerül be Ulickaja könyvébe. Kiderül Dániel zsidósága is, és megmenekül üldözői elől. Egy kolostor nyújt neki hónapokig menedéket. Itt olvasmányai hatására megtér, katolikus lesz. A háború utáni években Daniel Stein szerzetesnek jelentkezik a krakkói Karmelita kolostorba. Nem tudom, hogy fikció vagy valóság, de itt találkozik a későbbi második János Pállal. De mindenhol más, és mindenhol idegen. 1959-ben Izraelbe vándorol. Csendes kérdésem, valahová tartozás hagyja? Több évi fereskedés után nem sem kapja meg az állampolgárságot, ami zsidó származása alapján járna neki, végül mégis izraeli állampolgár lesz, de kereszténysége miatt nincs joga magát zsidónak nevezni. Az a szándék vezérli, hogy ott az őskeresztény közösség mintájára fölé lesz-e Jakab, az Úr testvére egyházát. Azt az egyházat, amely még nem ismerte, történetileg nem is ismerhette a zsidó keresztény szembenállást. A Szentföldre visszavándorló különböző országokból, nyelvből és felekezetből állók alkotják gyülekezetét. Már különböző az anyanyelvük, megtanulnak ivritül imádkozni, a mise nyelve is ivrit lesz. Dániel olyan teológiát hirdet, amely meggyőződése szerint elfogadható a választott nép számára. Felmeríteni azokat a kérdéseket, amik sok mai élő keresztény program foglalkoztatnak, a Szent Háromságról, a szűztől születésről. De a szétszóratás helyett most az összegyűjtés története íródik le. De nem csak nyelvi, hanem teológiai, liturgiai értelemben is. Dániel saját személyében köti össze azt, ami elválasztja a zsidót és a keresztényt. A zsidót és az arabot, a németet és a zsidót, az ateistát és az istenhívőt. Daniel Stein nem csak a háborúban dolgozott tolmácsként, Izraelben is tolmácsként keresi kenyerét. És ez a tolmács szerep egyszerre kenyérkereset, megélhetés, és tulajdonképpen egyszerre válik Daniel Stein sorsába beleíródott szimbolikus szereppé is. Ahogy Stein tolmácsként a háború alatt felhasználja a munkája adta lehetőségeket mások megmentésére, úgy keresztényé válása lehetőséget ad a különböző kultúrák közötti közvetítésre. Tolmács. Aki összeköt olyanokat, akiket egyébként nem lehetne.
De ezáltal személyében, egzisztenciájában is a határon mozog. Mintha megsejteni, hogy az egyház szerepe lényegileg szerint a határokon mozgás. Tettem föl magamban a kérdést az olvasás közben. Ott mozog a jelen és a múlt határain, a jelen és a jövő határain, a hit és a hitetlenség határain. Még mélyebb szinten is tolmács. Zsidóként éri végig a háborút. Rettegve és bujkálva, de később keresztény szemszögből szemléli a zsidók szenvedéseit, és közben rádöbben, hogy Isten csak a szenvedőkkel lehet, a vétkesekkel soha. Ez a felismerés meghatározza a sorsát, és elvezet majd a halálához is. Daniel Stern szimbolikus tolmáccsán magasztosodik, akinek élete során, személyében egy emberöltő rövid pillanatára megvalósul a pünkösdi egység. Az egy nyelvet hallás értés élménye. De csak addig, ameddig él. Vagyis legyőzött ember? Kérdezi az író a regény végén. Jakab egyháza, az el nem különülés, a zsidó és keresztény szembenállás megszüntetése, puszta illúzió? Uliszkája csak ábrázolja a keresztény hit megélésének különböző formáit. Úgy teszi kérdésessé az egyes struktúrák mögötti etikai értékeket, hogy eközben nem kérdőjelezi meg az ezek útján szerezhető spirituális tapasztalatot. Végső álmában ezzel zárja be a könyvét egy személyes álom leírásában, azonban a megszerzett tudás ismeret értékét annak erkölcsisége határozza meg. Az ismeret és az etika, ha tetszik a tudás és erkölcs szétválaszthatatlansága, az, ami a regény végkicsengése. De a regény folyamán az olvasóra bízza, hogy mit gondoljon a domkoros gyerekét mesiásnak tartó házaspárról, vagy az életét egy holtenger melletti barlangban eltöltött remetéről. Mintha minden vallási jelenségről megmutatná a szépet és a rutat. Inkább sejteti, mint kimondja, ez az én olvasatom, hogy Daniel Stein halálában része van egy fanatikus zsidó csoportnak. Már nem kapja kézbe püspöke levelét, amiben megtiltják neki, hogy tovább végezze papi tevékenységét. Világokat próbál összekötni, és mindkét világ elutasítja, kidobja magából. Az élete mégis titkot hordoz. Az Isten titkát kereső Fyodor, szintén Oroszországban származó ortodox szerzetes, aki nem tudta kideríteni, hogy zsidó vagy nem zsidó származású, aki a keresztény spiritualitás számtalan útját megjárta már, volt különböző korostorokban, tudja, hogy Dániel titkot hordoz. De misztikus útjain, a misztikus tudás keresése közben Fyodor már elveszítette szellemi erkölcsi tisztálátását. Miközben a titkot keresi, nem látja a lényeget. Úgy érzi, hogy a zsidók becsapják a világot. A világnak odaadották a kereszténység üres híját, közben a nagy titkot, az igaz hitet maguknak megtartották. Mormogja, miközben elindul Daniel Stein kápolnája felé. És ez a kis zsidó, aki kereszténynek tetteti magát, ismeri a titkot. A festett képeket, a szűzanyáról szóló mesét, a naptárat és a sok ezer érthetetlen könyvet meghagyták nekünk, de az Istent megtartották maguknak. Morogja. És a titkot mindenáron meg kell szerezni. Betör Daniel sekrestjéjébe, és lázasan keresi a titkos tudást tartalmazó könyvet. Közben az őr meglepi, és a titkot kereső emberből gyilkos lesz, aki amikor ráébred, hogy mit tett, lerombolja a templom belsejét. Drámájában megjeleníti, hogy a titok keresésének van végzetes útja is, mint ahogy ez a történelem során számtalanszor bebizonyosodott. Ezen az úton minél inkább keressük, annál inkább elrejtőzik a titok. Miközben Fyodor keresi a héj mögött a magot, Daniel életének titkát, elpusztítja ennek külső kereteit. És nem tudja, hogy eközben Danielt már temetik. A titkot, a magot magával vitte. Vagy mégsem. Könyvében Uliszkája úgy hallat meg érzékeny teológiai kérdéseket, hogy egy dokumentumokból és azok részeit kitöltő fikciókból összerakott történet nem hagyja, nem hagyhatja nyugodtan az embert.
Kérdése nem direkt. Ő sem teszi fel, fogalmazza meg. Csak majd az utolsó fejezetében egy álom értelmének keresése közben szakadt föl belőle. Daniel Steinle győzetett? Álmában, írja a könyv végén, valakik arra kényszerítenek, hogy helyiségről helyiségre vándoroljak, és reménytelenül kutassak. Mit is keres? Maga sem tudja a választ, egészen addig, ameddig nem találkozik a legyőzés angyalával. És itt a Bibliát ismerő ember számára a könyv végén történetek sokasága jelenítődik meg. Lehet, hogy ezzel az angyallal találkozott Jákob, és vihaskodott egész éjszaka? Lehet, hogy ez az angyal volt, aki megjelent Gedeon pajtájában, és rávette, hogy induljon neki egy kilátástalan küzdelemnek? Lehet, hogy ez az angyal volt az, aki Jézus 40 menetre után rászólt a tanítványokra, mit álltok itt nézvén a mennybe? Én ezt az angyali üzenetet hallgatóim derűjére szeretem így interpretálni. Mit bambultok? Hátraadsz irány Jeruzsálem. A kudarcotok és az újrakezdésetek helyszínére. Mert a Szentírásban és talán az életben is a győztesek azok, akik így vagy úgy találkoztak a legyőzés angyalával. Ahogy Dániel is élete során számtalanszor találkozott. Dániel gyülekezete szétszóródik, a templom üres lesz. De mindegy ellentételezésként Hilda, ugye a német, evangélikus származású német segítője, Dánielnek jó érzékkel megment egy ikont, mielőtt kihívná a rendőrséget, ami számomra szimbolikusan ábrázolja Dániel Stein életét és életének értelmét. És ebben a megmentett ikonban mégis megmentődik Dániel életművének üzenete. Ez az ikon Ádámot szakállal és bajusszal, Évát hosszú coffal ábrázolja. Vannak a képen nyulak, mókusok, madarak és kígyók. Sőt, a földön játékvonat, játékfüsttel, az égen pedig repülőgép. Ez az ikon összekötötte a szent történetet és a teremtettséget, valamint az emberi kultúrát. Mint egy üzenve, hogy nem a szétválasztottságban, hanem az együttlátás képességében van a győzelem. Az ikon címe, dicsérjétek az Urat az égben. Úgy tűnik, a Földön így együtt még nem lehet, és én csak reménykedve tudom várni, hogy egyszer egy teológiai eszközkészlettel mondja el egy teológiai zseni, amit Ulickaja a könyvében megsejtett, Daniel Stein pedig, a valódi Daniel Stein megvalósított, az egyház és a teológia igazi szerepe itt a Földön, a földi valóságban az, hogy összekösse, ami szétszakadt. Jó olvasást! Isten éltessen, Péter! Köszönjük szépen, tessékem! Tanácsolni ez itt a hozzászólásoknak a... Én tudom, hogy ez nagyon idegen lehet mindazoknak, hogy a nevelés-tudomány különböző... Nem idegen, olvasni. Új, Bugyaiban. Jánosak. Afféle nevelés-tudósok itt nincsen. Tessék? Afféle nevelés-tudósok itt nincsen, mert azok a sűrűek. Ja. Ja, ezt a vitát nem értettem egészen, de majd megértem egyszer. A Jákob egyházát esetleg ugye szubkondicion a Jákobi, hogyha eltetszene értenséggel kicsit bővebben magyarázni, hogy tetszett, igen, ezt hanem valahogy legem sikert. Lesikert? Picikén úgy éreztem, hogy elsikert, igen, hogy... Jó, ugye ennek az elmagyarázására vannak nálam alkalmasabbak. Tehát a Jákob egyház, mint egy egyes egyház. Nem, a Jákob, ki volt Jakab? Jakab, bocsánat. Ki volt Jakab? Jakab az Úr testvére, a jeruzsálemi gyülekezet első vezetője. Történelmi források azt mondják róla, hogy ő élete végéig megőrizte a hithű zsidóságát. Azt is mondják róla, hogy tehát, hogy ő az, aki ragaszkodik a törvény betartásához, ő maga is betartja a törvényt, ugyanakkor az első keresztény egyház hát vezetője. És ha jól tudom, ő is mártír. Persze, ő is mártír. Megkövezték, igen. Esik? Megkövezték, mondom. Teológiailag innen Pál lép tovább. Azóta hát, is... Tessék? Egy másik irányba lép tovább.
És itt kezdődik az a zsidó-keresztény polémia, ami aztán tulajdonképpen 2000 év történetéhez, és aztán nyugodtan kimondhatjuk, hogy ideológiailag vagy ideológiai alátámasztottságában mind a különböző programokhoz, mint pedig a holokauszthoz vezet. Ma a, nem tudom, hogy András, a te előadásodban nem ennek a teológiai folytatása lesz, de ma egy egyre markánsabb teológiai irányzat, amik megpróbál e között a két vallás közé hidat, párbeszédet építeni. Mondjuk a mi egyházunk, vagy ez a főiskola is egyik Magyarországon az egyik nem szimbolikus, valóságos tere ennek. Tehát, hogy visszamehetünk-e úgy a teológiai értelmezésben, a keresztény gondolkodásunkban, amiben ezt a zsidó-keresztény szembenállást, aminek egyik fő markáns vonalat, hogy ezt nem kell mondanom, hogy a zsidók azok, akik felelősek Jézus haláláért, vére rajtunk és a mi fiainkon. Ezt a keresztény toposzt én nagyon sokszor hallottam akkor, amikor elkezdtem keresztény közösségekbe járni. Tehát Jakab egyházának a kérdése tétele az az, hogy van-e visszaút ebből a szétválasztottságból. És igazából én azt gondolom, hogy Ulickája több réteget mozgat. És az érthető, hogy én ezt a réteget is meghallottam. És én nem, ugye egy művész attól művész, hogy olyat is bele lehet olvasni a könyvébe, ami nem feltétlenül van benne, de én azt gondolom, hogy ő a maga vállalt zsidó származásával és a maga felvett vallásával valóságosan izgathatja ez a kérdés, hogy össze lehet-e, szét lehet, na, ami így ennyire szétválasztódott a történelem során, azt újra lehet-e valamilyen módon egységesíteni. És a Daniel Stein, tehát az él a való Daniel Stein személyében valószínűleg talált olyan személyiséget, akiben ezt megvalósulni látta. Az egy külön tragédia ebben, hogy mind a két oldalról a visszautasításra talál. Mint hogyha itt, ugye ebben a történetben, amit itt most mondasz, már formálogikailag, mintha három, hogy így mondjam, történelmi fázisa lenne ennek a történetnek. Mármint ennek a zsidó-keresztény nem ellenségeskedés történetet. Szerintem az teljesen természetes, hogy amikor amennyit erről az egészről én tudok, egyértelműen konkurenciális csoportokról van szó a Pál és a Jakab esetén, és nyilvánvalóan két különböző programról és két különböző elképzelésről. Na most szerintem a szükségszerű, hogy amikor itt egy ilyen birodalmi történetté válik a kereszténység, és európai történetté válik, akkor az nagyon-nagyon hosszú ideig nem tud együtt, vagy nem tudod. Most mind a három ilyen kitörési kísérlet lenne az én szerint ismereteim szerint. Az első az, ami ilyen nettó, bizonyos értelemben teológiai, ez a szombatosok. Tehát ami egy ilyen teljesen periférikus mozgalom bizonyos értelemben a protestantizmuson belül. Az erdélyi szombatosokra? Igen. Nem tudom, hogy még az unitáriusokat is be tudjuk érteni, de magyarán, amelyik elkezdi... Hát, hogy a zsidózó keresztények... Igen, az lenne a másik, igen. De most nem a baronitákra gondolunk természetesen, hanem erre az ilyen mai, ilyen, ez a Jézus hívő zsidó, mert ez egy jóval későbbi. Most a második ilyen történet, ami a legnagyobb nagyságrendű, az ugye maga az aufklärung, tehát hogy a keresztények megszűnnek keresztények lenni, a zsidók megszűnnek zsidónak lenni, és ettől a dolog... Felvilágosodás folyamatában. Igen. És akkor a harmadik történet, hogy tehát 45 után valamit próbálnak csinálni a nagyegyházak, de hát szemmel láthatólag ez tűnik, mintha a legkevésbé sikeresnek, mert a szombatosok legalább abban a pici körbe hatnak, a Aufklärung hatott nagy ember tömegekre. De itt a nagy egyházaknak, hát egyelőre ugye minden mérésünk, vagy minden szociológiai mérés azt mutatja, ahol egyáltalán megmérjük,
hogy a nagy egyházak befolyása alatti csoportok, lengyel katolikusok, magyar katolikusok, minél közelebb vannak az egyházok, annál inkább antiszemiták. Egyelőre ez az összefüggés, mert oroszok nem meg különösen. Tehát egyelőre ez a fő összefüggés, tehát itt ez a dolog individuális stratégiák lehetségesek, mint ez a Stein. Igen, meg nem tudom, hogy mennyire jól tudtam kifejteni, de én azért lehet, hogy megszületett, vagy lehet, hogy le is írta, csak én még nem találkoztam vele. Én azt gondolom, hogy az egész teológiai gondolkodásomban valami nagyon nagy átfogalmazásra lenne szükség, hogy időről időre megjelentek olyan teológusok a történelemben, akik a koruk kérdéseire választ tudtak adni. Én csak azt remélem, hogy megélem, de lehet, hogy nem, hogy megszületik az a szintézis teremtő elme, amelyik úgy tudja megőrizni ennek a két csoportnak az identitását, hogy eközben nem összemos, és itt nem találom a szavakat, mert nem tudom, hogy vannak erre egyáltalán már szavak. Persze, az egyetlen, amit én az eddigi olvasmányaimban, amit igaz, a nem hang és füstök ki, és itt a Rosenzweig, ugye? Tehát az egyetlen intellektuálisan jó megoldást én Rosenzweignél olvastam, lehet, hogy ezen kívül van, hogy ez a két csoport, most ez így durva kifejezésű csoport, vagy csak az idő, az egyik várjon mesiást, a másik, hogy megjelenik, a másik az, hogy visszatérjen, és hogy ez a két arc egy lesz. Ezt írja Rosenzweig, nem hang és füstben. De ez is csak egy intellektuális elvéti dolgozottság, és nem látom ennek a gyakorlati megvalósíthatóságának a kérdését a szolidaritáson, és mondjuk azon kívül, amit itt a medben teszünk, hogy újra és újra ritualizáljuk ezt a folyamatot, hogy emlékezünk, hogy bűnbánatot tartunk, hogy útban vagyunk valamilyen fajta megoldás felé, és én nem mondom, hogy ez semmi, de hogy nekem azt tetszett például a Daniel Steinben, hogy egyre többet foglalkozom a ritusoknak a jelentőségével, hogy valamit ebben úgy tudod ritualizálni. Például azzal, hogy ivritul tartotta a misét. Például abban, hogy nem hangsúlyozta azt, amit a zsidó gyökerű embereknek egyáltalán a teológiai dogmafejlődésben kifajlódó bizonyos nézetekben egyáltalán nem is képtelenség is szóba állni. Tehát én mondjuk ebben a filmben azt is felfedeztem, hogy a ritusok lehetnek, amit persze a szociológusok, meg a kultúrantropológusok régen tudnak, vannak teológusok, akik tudják, vannak, akik nem tudják, hogy a ritualizálás lehet még az, a ritus lehet még az, ami nagyon sok mindent fölold, anélkül, hogy túlmagyarázná. Itt tartok. Hogyha annyit szabadna hozzátenni, tehát nyilván egy más dolog, két külön aspektusa egy és ugyanazon ügynek, hogy gyakorlatilag a zsidó-keresztény testvéri esülésre, vagy egyáltalán egy principiál, nem antiszemita alapvetésű keresztény teológizálásnak mifajta perspektívái vannak intézményesült formában. Tehát, hogy elképzelhető-e az, hogy a létező egyház valóság belátható időn belül és az esély valamiféle jegyében is tud érdemi kibontakozást találni, előre lépést találni, és az, hogy a különféle teoretikus konstrukciók, amelyeket nevezhetünk individuális reflexióknak is végül, ugye azok e tekintetben hol haladnak. Sőt, azt is tudom mondani, hát ugye a Jakab egyháza teória, ha én gondolom, azért a Jakab egyháza teória az végsőképpen nem egy annyira interkulturális teológiai konstrukció. A Jakab egyháza az a zsidó-keresztény konstrukció tulajdonképpen, ugyanis nem pedig a pogány-keresztény és a zsidó-keresztény csoportokat egyesítő konstrukció. A zsidó-kereszténység az kezdetől fogva, annak soha nem volt végsőképpen identitás problémája. Miért lett volna identitás problémája? Amiképpen ugye az első apostolok vitában voltak jezualisták, aképpen a későbbiek során is minden zsidó-keresztény formáció az teljes mértékben legitim identitás teoretikai szempontból is. De
hol van, ebbe a képletben miként férhetnek be, ugye szerintem a kérdés ez valójában, miként férnek be a nem zsidó háttérű, hanem a pogány háttérű, pogány keresztény csoport, anélkül, hogy a zsidó keresztény identitáson kötelezően valami fajta csorbaesik. Ez az alapvető kérdés. Most ilyen értelemben ugye vannak különféle teoretikus konstrukciók, mondjuk gyakorlatilag pontosan lehet tudni, hogy éppen a németországi, éppen a nyugat-németországi katolikus püspöki kar is képviseli ezt a bizonyos két út teóriát, túlvész teóriát, hogy nevezetesen a messiológiai, tehát a jezuanológiai alapvetésű üdvút éppen olyan legitim, mint a Tóra alapvetésű üdvözlési teória, amelynek a legitimitását maga a németországi püspöki kar egy ezt illető nyilatkozatban. Katolikus. 4-5 évvel ezelőtt, jó mondjuk ez bizonyos értelemben a stuttgarti, tehát a német protestáns keresztények részéről ez a koncepció nagyjából egészéből évtizedek óta programon van. Ez persze nem jelenti azt, amit mi itt kutatunk, hogy a gyakorlati egyházi valóságban is átmegy ez a típusú gondolkodás, mint spirituális evidencia, vagy pedig mint a keresztény világnézeti realitás. Ugye a könyvben ez pont a helyszín miatt, meg a könyv, meg a dolgok, amiatt nem ismerő fel, ott igazából egy olyan... Jó, csak itt elcsúszott ebben az irányban beszélni, azért mondtam, hogy azért lesz. Ott arab keresztények, tehát hogy nem zsidóként, arab keresztények csatlakoznak Daniel Stein egyházzal, hogy megjelenül is vesznek részt az ő Isten tiszteletein, vagy keresnek vele kapcsolatot. Ami egy zsidó keresztény, akkor nevezzük az ő néven, ez egy zsidó keresztény konstrukció. Is. Tehát én azért azt látom, hogy alapvetően egy zsidó keresztény konstrukció, igen, megszínezve azzal, hogy azért első lépésként talán az egészen különböző felekezetekből és háttérből érkező zsidó keresztények egy gyülekezetbe való integrálása se egy könnyű történet. Az egy külön másik vonulat, bele se kezdtem, hogy természetesen a különböző országokból, a különböző népekből, a különböző kulturális háttérből, különböző felekezetből jövő zsidó származású keresztényeknek az integrálása. Plusz van itt egy nagyon érdekes szál, azért ennek a Hildának a személyében, ugye ez amit ma már jól tudunk, hogy a német jóvátétel, vagy a németek kérdésfeltevéseként ez hogy jelenik meg. Plusz ott vannak az arab keresztények. Ez az első szint, ahol ez a könyv legalábbis szóba tud állni a kérdések feltevésében. Ahonnan mi nézzük ezt a kérdést, az itt nem merül fel értelmezhetően. De legalább a gyakorlat szintjén szóba áll. Én meg azt gondolom, hogy a mi szintünkön pedig ez a kérdés feltevés úgy vetődik fel, hogy szóba tudok-e állni az egészen más életvalóságokból érkező. Nem tudom, hogy az arab keresztényektől átszakadt egy újabb tematikus blokk, szerintem. Tehát az egy újabb csavar ebben a történetben, ez az arab keresztények zsidó identitása, arab keresztények kvázi zsidó identitása Izraelben, azért ezzel egy egészen új lapot nyitottunk, amit szerintem nem nagyon lehet hozzákeverni ehhez az európai zsidó ellenes keresztény hagyománytól való megszabadulás projekthez, mert ez ugye egy ilyen modern nacionalizmus ideológiákkal megterhelt történet. Én tudom, hogy ez nagyon teológiai kérdésfeltevés. Ez egy nettó politikai kérdés. Igen. Jó, ez is igaz. De az engem nagyon izgat, nem csak izgat, mint magánembert, izgat, mint teológust, és izgat, mint magyar állampolgárt. Hogy hogyan lehet ember? Igen, és erre talán a jelenlévőknek van
nagyobb eszközkészlete, mint nekem, hogy hogyan lehet ezt a mérhetetlen, a másik majd ellenséget látok, a másik, nem tudom felfüggeszteni azt, ami a másik, nagyon más, mint én vagyok. Hogyan lehet ez ellen dolgozni, illetve a saját, még itt, ami egy nagyon befogadó közeg, én még itt is látom ezt a problematikát, tehát... Jó, de itt azért szerintem alapvető különbséget kell tenni a különféle másságok közötti interkulturális, koinoniás perspektíva kérdései között, valamint az, hogy mi van a zsidók, tehát a pogány zsidók és a nem zsidóknak a kapcsolatvilágában. Ezt én értettem, egyszerűen arról van szó, hogy normális etnikai karakterű, vagy egy hagyományos csoportok közötti konfliktus esetében arról van szó, hogy a másiknak a mássága az, amelyik az én averziómat, ellenszenvemet, rezervációmat kiváltja a másikkal szemben. A zsidó-keresztény teológiai alapvetésű esetében pedig nem a másiknak a mássága, hanem az én saját teológiám, az én saját ideológiám, vagy világnézetem, a szerkezete az, ami per definíció nem azt, aki nem keresztény, azt tőlem távol helyezi. Tehát ez egy egészen másfajta struktúrális probléma. És elnézve azért a felvázolt különféle optimista megoldások egyszerűen sokkal nehezebb helyzet előtt állnak, mint a másik esetben, nem mint a másik könnyebb lenne. De legalábbis mindenképpen egy más típusú probléma, egyik és a másik. Ezt szerintem látnunk kell ahhoz, hogy ennek a dolgok a perspektívájról reálisan tudjuk gondolkozni, vagy egyáltalán az egészet. Igen, Kovács Péter. Most már az időnk lejár. Nem, még van, neked még van. Nem az idő. Legkevesebb 2 percet. Azt mondanám, hogy nem tudom milyen a könyv, de az előadás nem csak jó, de szerintem nagyon szép is volt. Köszönöm szépen. Következik a záró előadás tartó Csetreki András professzor úr, kérem szépen, holokauszt oktatás és evangélikus jutottatásban három... Igen, című előadásával. Tessék, parancsoljon már sem. Köszönöm szépen. Tisztelt konferencia kérdés Péter. Én sem vagyok tanár, mint már nagyon sokan, akik ma megszólaltak, és nem tudok neveles tudományi előadást tartani. Viszont az életem úgy alakult, hogy újra és újra abba a helyzetbe kerülök, hogy tanítanom kell, és néha abba a helyzetbe is kerülök, hogy tankönyvet kell szerkesztenem, és ezért vállaltam azt, hogy beszélek arról, hogy az evangélikus egyházban hol tart most a középiskolában a holokauszt oktatás. 2 történetet igyekszem nagyon röviden megosztani, és a 2 történet találkozó pontjában áll ez a tankönyv, ami tavaly jelent meg. Ez lehet azt mondani, hogy a korona lémántja az új generációs 12 év folyamos evangélikus hittankönyv család felépítményében az utolsó évfolyam számára készült tankönyv, ami tavaly jelent meg, és előre örülök, hogy az egyiket neked ajánlókozhatom, ha innen elállok, majd másokat pedig Marsai tanár úrnak. Azért hoztam ezeket a példányokat. Ez a könyvtár példányok elvegyem, nekem még nem adtál akkor. Könyvtáromat különhozok. Igen, az majd a harmadik lesz, hogy nem tudom, hányadik. Igen. No, tehát 2 történetről szeretnék nagyon röviden beszámolni. Az egyik az, hogy az evangélikus egyházban hogy alakult a holokauszt reflexió egészen máig, a másik pedig az, hogy ez hogy találkozik a tankönyv szerkesztésnek a részint tartalmi, részint technikai részleteivel. Az evangélikus egyházban a holokauszt reflexió nagyon sokáig olyan volt, mint amire a Biblia első könyve, a Teremtés könyve utal, hogy kezdetben volt a semmi. Tehát nem volt holokauszt reflexió nagyon sokáig, legalábbis struktúrált reflexió semmiképpen. Akik gyászoltak, magukban gyászoltak, akik felejteni akartak, magukban próbáltak felejteni. És az egész a 70-es évek végén kezdett változni, azután, hogy Sztélo Gábor
1974-ben Svájcban meghalt, és posztumusz megkapta a járvásem kitüntetést. És Stíló Gábor egy régi-régi munkatársa, Keveházi László szerint, aki fiatal emberként a Gaudiopolis lapója volt, és később még ma is élőként nagyon sokat tesz Stíló Gábor igaz emlékének a tisztázásáért. Az akkori vezető evangélikus püspök Kári Zoltán, aki nem szerette Stíló Gábort, figyelmeztetést kapott az egyházügyi hivataltól, hogy miután megkapta Stíló a járvásem kitüntetést, valamint az evangélikus egyháznak kellene kezdeni vele, addig egy szó nem esett róla, senki nem beszélt arról, amit egyébként nyilván sokan tudtak tapasztalatból. És ekkor kapta meg Bozóki Éva, Donát László édesanyja a megbízást arra, hogy rendezze sajtó alá Stíló Gábor naplóját, amit kiválóan gyönyörűen megoldott, és 1983-ban megjelent Stíló Gábor naplója sok-sok kiadásban, és elindult Stíló Gábornak egy nagyon egészséges kultusza. Ugye a 80-as évek elején vagyunk még, amikor a pártállam szorongatta az evangélikus egyházat is, és egy hihetetlen felszabadító érzés volt sokunk számára látni valakit, és felmutatni tudni valakit, aki egy igazi becsületes ember volt, és kifelé is sugárzott valamit abból, amit magunkról hinni szerettünk volna. És a lényeg az, hogy Stíló Gábornak ez a kultusza gyakorlatilag máig töretlen, most már van szobor, a Deák téren van iskola elnevezve róla, Pestszentlőrincen van alapítvány, amely komoly anyagi támogatással segíti a középiskolás diákokat. És nekem néhány évvel ezelőtt tűnt fel, és itt fogok majd a másik történetbe belefogni, hogy ahogy mi Stíló Gáborról beszélünk, még mindig a 80-as évek elejének a módján, és mintha abban a helyzetben, abban a sarokba szorított helyzetben élnénk, tulajdonképpen eltakarja a holokauszt és az evangélikus egyház kapcsolatának minden más dimenzióját. Ez jelentkezett... Evangélikus egyházat mondani. Igen. Előadó, akkor a Magyar Evangélikus Egyházról van szó. Persze, persze. Magyarország Evangélikus Egyház. Stíló Gábor egyházáról. Igen, erről az egyházról. Meg a sajátomról. Elnézést, nem mutatkoztam be. Csepregi András vagyok, evangélikus lelkész, és itt tanítok a Veszprémben. Igen. És itt kapcsolódik a másik történet, a tankönyv szerkesztésnek a története. Ugye 1989 volt az év, amikor az evangélikus egyház visszakapta az első régi iskoláját, a Fasor gimnáziumot, onnantól fogva van újra iskolahálózat, ahol gondoskodni kellett a heti két órás hittanoktatásról, és az első tankönyv család egy viszonylag egyszerű gondolatnak egyében született, kicsit hasonlóan, mint a régi kétciklusos történelmi oktatás, 5. és 12. évfolyam között két körben megtanította gyakorlatilag ugyanazt, mint pedig egy ilyen metódus szerint, hogy 5. és 9. új szövetség, 10. vagy hogy 6. és 10. új szövetség, 7. és 11. egyháztörténet, 8. és 12. dogmatika és etika. És ezek a tankönyvek, amik ennek a szemléletnek a jegyében születtek, gyakorlatilag az elmúlt évekig uralták a hittanórákat, és értelemszerűen ezekben a tankönyvekben a 7. évfolyamban és a 11. évfolyamban került elő a holokauszt kérdése. A 7. évfolyamos tankönyv, ami egyébként egy kiváló alkotás volt, egy gyönyörű leckét hozott Stíló Gáborról, ami a 7. gyerekek számára megfelelő, és a 11-eseket gyakorlatilag megismételte. Úgyhogy valamit hozzátett, valami nagyon-nagyon keveset arról, hogy egyébként voltak zsidó törvények, zsidó ellenes törvények, és voltak áldozatok, de ott is Stíló Gáborról volt csak szó. És amikor én elkezdtem tanítani, ugye az én történetem itt kapcsolódik ehhez a két narratívához, 2010-ben kerültem Fasori gimnáziumba, és szembesültem a hittankönyvek helyzetével, és egyre jobban irritált az, hogy igen sok antijudaista kijelentést vagy gondolatmenetet lehetett olvasni egyébként a tankönyvekben, és így Sános Péternek igazat kell adnom, amit az előbb mondtál, tehát amit a felmérések mutatnak, az megjelent a tankönyvek világában is. És úgy láttam, hogy amit a 11-es tankönyv a holokausztról átad, az elégtelen. És elkezdtem foglalkozni ezzel a kérdéssel, és itt jött az, hogy egy társaság új tankönyv sorozatot kezdett alkotni, amikor meghívtak munkatársak, és a 9., 10., 11., 12. évfolyamos könyv alkotásában jelen lehettem. Ez fejeződött be most, és itt van a
vége ez a 15. kerület. És amikor, és jön egy harmadik szám, még azt el kell mondanom, hogy nagyon sokat jelentett az érzékenyülésem szempontjából az, hogy amikor már a Kassori Gimnázium lelkészeként először itt jártam, éppen egy Kamenyansz-Kurolszkij megemlékezés volt, ez 2012. augusztusában történt, pontosan nem tudom, hogy jutott el hozzám a hír, lényeg az, hogy Tamással akkor elég komolyan elkezdtünk ezekről a dolgokról beszélgetni. 2014-ben, amikor megjelent Tamásnak reprintben a Kamenyansz-Kurolszkijt feldolgozó forrási gyűjteménye, azt elolvastam, és számomra nagyon fontos támpont volt, és mindezeknek az élményeknek a birtokában végül 2015 őszén becsöppentem a korábbi munkahelyem, az Evangélikus Hittudományi Egyetem tudománynapi szekciójába, amit Jutta Hausmann professzorasszony szervezett. Ugye ő azért izgalmas, mert ő bajorként 1994 óta ószövetséget tanít itt nálunk az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, tehát sok szempontból egy kívülálló, a hazai rögvalóság érzékenységhez képes irritáló szempontot képvisel, olyannyira, hogy ezt a bizonyos 2015-ös tudománynapi konferenciát az egyetem vezetősége így adta át, hogy az Ószövetség tanszék szervezésében zajlik minden, mert valahogy meg kellett magyarázni, hogy Gábor Györgyöt meghívta erre a konferenciára, Kovács Mónikát meghívta erre a konferenciára, meg engem is meghívott azzal a témával, hogy beszéljek a holokauszt oktatás evangélikus köznevelési helyzetéről. És ott, amikor itt próbáltam néhány dolgot mondani, addigra már teljesen világos volt számomra, hogy Sztélo Gábornak ez a 80-as években annyira progresszívként bemutatkozó képen minden mást kitöröl a képből, és hogy a képről beszélni kell. És akkor kezdtem először gondolkozni azon, hogy egyáltalán mit kell elmondani a középiskolás tanterv lehetőségeim belül, arról, hogy egy kicsit árnyaltabb legyen a kép. És átnéztem egy csomó történelemkönyvet, több történelemkönyv családnak a idevágó fejezeteit, és arra jutottam, hogy ezek általában többé-kevésbé korrekten tájékoztatnak. Ugyanakkor a holokauszt és az egyház, most akár a többi egyházra is gondolhatunk itt, tehát a Magyarország egyháza kapcsolatának semmit nem mondanak el. Az embermentőkről sem beszélnek, és az árnyékokról sem beszélnek. És arra jutottam, hogy ha valamit át akarunk adni a fiatalságnak, akkor csak itt tanulra lehet elmondani, és ezt nagyon világosan fel kell építeni, hogy akkor az mi legyen, amit elmondunk a kevés óraszám keretén belül. És ott arra jutottam, és ott beszéltem először erről, hogy a mesét 6 lépésben kell felépítenünk ahhoz, hogy kiderüljön, hogy miért rendkívül izgalmas az, amit Sztélo Gábor csinál. És a 6 lépés így néz ki, hogy először szó van a numerus claususról, a második lépés a zsidó törvények, a harmadik lépés a Kamenyansz-Podolszkij, a negyedik lépés az 1944 nyári deportálások, tehát a vidéki zsidóság deportálása, az ötödik lépés a nyilas rémuralom, és a hatodik lépés, ami a felszabadulás után jött, gondolva itt arra, hogy hogy reagáltak 1945 után Magyarország egyházak a holokausztra. Tehát ez a 6 lépés. És ennek a 6 lépésnek a hátterén meg lehet mutatni azt, hogy gyakorlatilag az első, a második, a harmadik és a negyedik lépésben a Magyarország egyházak általában és az én evangélikus egyházam is együtt sodródtak a társadalommal, és Sztélo Gábor csak az ötödik lépésben lép fel, tehát a nyilas rémuralom idején, akkor lesz aktívvá. És nagyon izgalmas belegondolni abba is, ha valaki olvasta Sztélo Gábor naplóját, akkor talán emlékszik erre, hogy bizonyos szempontból legalábbis az evangélikus narratíván belül izgalmas arról beszélni, hogy a katolikusok már 1939-ben megszervezték a Szent Kereszt Egyesületet, a reformátusok már 1942-ben Éliás Józsefre bízták a Jópásztor belmissziói intézetet, és Rafai Püspök, az evangélikus püspök csak 44 áprilisában delegált a Sztélo Gábort Éliás József mellé, tehát ilyen szempontból mi a toleráns evangélikus egyház harmadikként tettünk valamit, már egyházvezetői szinten, és a Sztélo Gábor, aki egy nagyon őszinte ember,
feketén-fehéren beszél arról, hogy gyakorlatilag hónapon keresztül semmit nem tudott csinálni, semmit. És hogy valamikor augusztus végén, amikor újra megkeresték őt a diplomaták, és noszogatták arra, hogy lépjen, akkor indult el a flow, az a flow, ami egy gyönyörű történet, aminek a részleteit mind ismerjük, aminek révén megszülettek ezek az otthonok, amiben ő 1500-2000 kisgyereket megmentett. És ha az ember jobban utána néz a történetnek, akkor egyrészt zavarni kezdi az, hogy még mindig mennyire nem beszél a részletekről, még mindig mennyire nem nincs jelen egy folyó evangélikus közbeszédben az, hogy Sztélo Gáboron kívül mi mindenről lehetne beszélgetni Magyarországon evangélikus egyház és zsírüldözés vagy holokauszt címén. És itt vetődött el a kérdés, ami aztán már tankönyv szerkesztői kérdésé lett, hogy ebből a nagyon-nagyon kezdetleges vagy kezdeti állapotban lévő reflexióból mit tehetünk be a tankönyvbe úgy, hogy az valami nyomot hagyjon ott, de ugyanakkor ne nyomja agyon mégse a 12-es évfolyamot. És ugye itt húzok be egy másik szállat a történetben, nagyon röviden csak, hogy iskolelkészként alkalmam van arra is, hogy évről évre holokauszt emléknapot szervezzek, ami természetesen nálunk is a történelem tanárok feladata, tehát a társadalomtudományi munkaközösség szervezi a holokauszt emléknapot, de olyan a kollégákkal a kapcsolatom, hogy ebbe kezdettől levonnak, és nagyon izgalmas dolgokat lehetett csinálni a gimnáziumban, ezzel most nem mutatni a senkit, hogy részleteket elmondom. A lényeg, amit itt ki szeretnék emelni, hogy emellett arra is rá lehetett jönni, hogy mi az a határ, ami nem szabad túllépni ahhoz, hogy a gyerekek csömört kapjanak a holokausztra, ahol emlékezettől. Tehát ami számomra, mint bizony szempontból érdeklődő vagy kutató felnőtt számára izgalmas lehet, és amire én azt mondom, hogy ez még mindig kevés, még mindig sokkal több mindenről kellene beszélni, az nekik sok lehet az ő életkorukban, és itt nagyon vigyázni kell, hogy ne essünk át a ló túlsó oldalára, és ne kapjanak csömört tőlünk, illetve az ezzel kapcsolatos reflexióktól. És ezeknek a gondolatoknak a jegyében alakult végül ki ez a tankönyv, amiben öt lecke szól a 20. századról, egy olyan felosztásban, hogy Magyarország egyházak a 20. századi mondjuk így diktatúrák vagy történelmi megpróbáltatása közepette. Egy nagy lecke a holokausztról, egy másik nagy lecke az egyházak a pártállam szorításában című történetről, és ez a két nagy átfogó lecke végül három portréval egészül ki. Az egyikben elmeséljük Sztélo Gábort, a másikban elmeséljük Bibó Istvánt, és a harmadikban pedig elmesélünk egy vendéget, Dietrich Bonhoeffert. És az egyikben a racionálé, tehát amikor ezt az egészet összeállítottuk, arra gondoltunk, hogy ez, amit itt öt leckébe beteszünk, ugye tudjuk azt, hogy a 12. évfolyam gyakorlatilag ilyenkor április végén lezárt, tehát egy jóval rövidebb tanévünk van, mint a többieknek, ez nem 5 óra, ez ha olyan érdeklődő közössége van, ha itt tanának és benne is van igényű affinitás, hogy ezzel foglalkozon, ez 10 óra. Ez, amit itt összeraktunk, ez 10 tanítási órára se elég. De ha nincs erre 10 óra, vagy ha nem olyan a oktató, vagy ha nem olyanok a diákok, vagy ha már idáig vannak, és csak én nem tudom, mire tudnak gondolni, ilyenkor áprilisban, akkor lehet belőle válogatni, és a tanári kézikönyvben, amit mellékeltünk ehhez, arra biztattam mindenkit, minden ismert, vagy általán nem ismert hittanárt, hogy rá van bízva az, hogy ebből ő mit vesz ki. És amit jónak lát, azt próbáljuk meg a gyerekekkel ebben a nagyon sajátos helyzetben néhány héttel az érettség előtt megbeszélni, és az lesz a legjobb. Ezeknek a tankönyveknek a technikai előnye az, hogy a Luther kiadó, amelyik gondozza a tankönyv sorozatot, mindig csak annyit nyom, hogy legfeljebb egy-két tanévre elég. És ezért egy-két évenként, vagy mondjuk legkésőbb két évenként mindig revideálhatjuk, és dolgozhatunk rajta. Nagyon, nagyon mozgatott például az a kérdés, hogy a Bibó István leckébe, ugye Bibó István szívem közepe, nagyon sokat olvastam, meg néha írtam is róla, ahol hozok 5 súlyos idézetet Bibó különböző műveiből, egy 6. idézetbe
belevedene a zsidókérdés Magyarországon 1944 után című munkájából azt a részt, amikor anélkül, hogy apósát, Ravasz Lászlót megnevezné, beszámol egy református főpapról, aki 1946-ban a református lelkészegyesület ülésén 1200 lelkész előtt kimondta azt, hogy nekünk pedig nem kell bocsánatot kérnünk a zsidóságtól, ezt tette Ravasz László, és Bibó Hajszál pontosan ebben a 1949-ben megjelent munkájában visszaadja ezt a jelenetet. És hetekig gondolkodtam azon, hogy most, hogy lehetőség van a revízióra, tegyem be ezt a idézetet, és arra jutottam, nem teszem be, mert itt éreztem azt a pontot, hogy miután van szó a leckében erről, meg van szó Sztélo Gáborról, meg Bonhoeffer révén is van szó a holokausztról, ha még Bibó kapcsán is beleteszem ezt, akkor lehet, hogy ez lesz a sok. De ez ugyanakkor kérdés is persze, és akkor én most meg is állnék, és ha erre kapok reflexiót, azt nagyon nagy köszönettel veszem. Mit lehet ilyen keretek között tenni azért, hogy elégséges legyen, inspiráló legyen, érzékenyítő legyen, de mégsem legyen túl sok, ami kontraproduktív. Köszönöm, hogy ezt elmutattam. Óramű pontosságú mondás, akkor hozzászólásra jelentkezik Kozak Tamás. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes és nagyon őszinte és amellett nagyon tapasztalatos, hát nem is biztos, hogy előadás, inkább ismertetés és nyilvános kicsit tépelődés is. Közben volt szerencsém Rajnai Nadinkának a segítségével belelapozni a könyvben, és csak ámulok és bámulok. Az előadó által föltett kérdésre azért nem tudok válaszolni, mert nem tudom, hogy mi köze van Bibó Istvánnak ehhez az egészhez. Már úgy értem, hogy milyen háttérrel, miért pont Bibó István került oda, de ez egy mellékes dolog ahhoz képest, legalábbis nekem, amit kérdezni szeretnék, ez pedig az, hogy milyen kontextusokban lehetett belerakni ezt a könyvet, illetve ezt az anyagot, ami ebben a könyvben is megjelenik. És mondok kontextusokat, amikor természetesen felmerülnek egy emberben, akár tanít most, akár régebben tanított. Az első az a történelem anyag, amit egyébként a fiatalok hallgatnak, vagyis hát tanítanak, feldolgoznak. Van ezzel valamiféle elképzelés. Egy másik kontextus, ugye vannak még egyházak az evangélikuson kívül is, kérdés, hogy ők, az ő könyveik, ilyen jellegű könyveik is e között milyen reláció van. Van egy harmadik elképzelhető kontextus, ez mondjuk a tanuló fiatal ember számára fontos. Elérhető-e mindez elektronikusan, vagy milyen viszonyban van az elektronikus munkákkal, különös tekintettel azért, arról vagy ahhoz, hogy a következő lépésben, ha felsőoktatásban megy, akkor majdnem biztosan elektronikus tananyagokkal és így tovább fog találkozni. Nem is folytatom a kontextusokat, még éppen ki lehetne találni. Az én kérdésem tehát, hogy milyen kontextusokat tud beépülni ez a könyv? Igen, tehát három kontextus van, illetve kapott figyelmet. De első a történelmi könyveket átnéztük. Tehát